Idén is keresik a legszebb kecskeméti konyhakertet. Kecskemét városa az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület szervezésében már 12. alkalommal részese a legszebb konyhakertek elnevezésű Magyar Örökségdíjas Országos Programnak. Olyan kiskert művelőknek a jelentkezését várjuk, akik szívesen megmérettik magukat, egészséges élelmiszer termelnek a kiskertjeikben, minél jobban környezetkímélő módon. Most az idén a sokféleség kertje a, a, a mottója tulajdonképpen ennek a rendezvénynek, vagy ennek a versenynek, és minél többféle fajta zöldséget, gyümölcsöt, gyógynövényt termeljenek ebben a kis Kertben. Több kategóriában lehet nevezni, az egészen kicsi balkonkertektől a több ezer négyzetméteres iskolai, óvodai parkokig. Tavaly a külön díjat ez a kert nyerte el, a Szécsényi Városi Közösségi Kert 47 parcelláját más-más családok gondozzák zsűri tagjai nem mások, mint Kecskemét város főkertésze, valamint Kocsis Pál, a János borrendnek az elnöke, illetve az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület részéről jó magam. Tehát tulajdonképpen körbejárjuk a, a, kerteket, személyesen szemlézzük, ugye nyilván a rendezettség fontos kategória, a sokféleség, mennyi féle fajta növényt termesztenek. A jelentkezési határidőt július 10-ig meghosszabbították, így még nem késő pályázni azoknak, akik szívesen megmérettetnék a kertjüket. Az eredményhirdetés szeptember 26-án lesz majd.